A meccs utáni első edzésen megszokott regeneráló munkát végzik a Városi Stadionban azok a nyíregyházi futballisták, akik végigjátszották a Csákvár elleni találkozót. Vannak, akik kisebb sérülés miatt rövid pihenőt kaptak, a keret többi játékosa pedig labdás edzésen vett részt az örökösföldi pályán. A Spari egy döntetlennel és egy vereséggel kezdte az évet, azóta viszont 5 meccset nyert meg Zsinórban Gálhidi György együttese. A Deac, a Győr, a Kazincz Balcika, a Békés Csaba és a Csákvár elleni győztes mérkőzéseken összesen 10 gólt lőtt, és mindössze egyet kapott a táblázat 5. helyére előrelépő nyíregyháza. Legtöbb csapatomnál a védekezés az mindig erénye volt a csapatomnak, a játékosnak, és én össze lesz hiány adtad, hogy mindig dobtunk egy hibát, olyat, ami ráadásul nem volt kikényszerített hiba, vagy. Tehát egyéni hibák voltak, rossz döntések, nagyon sok volt ilyen, és rutinos védőink voltak belül, és ennek ellenére dobták a hibát, és kaptuk a gólokat, olyanokat is, amiket könnyen elkerülhettük. Na most ez változott, hogy ezek a rutinos játékosok, nem tudom, hogy jó sikerült a felkészülésünk, de hogy még fegyelmezettebbek lettek, még jobban, tudatosabban. Biztos, hogy azért Szatke Zoli, én is védek voltunk, és azért tudunk sok tanácsot adni nekik, tehát valószínűleg ez is közrejátszott, de a védekezésünk nagyon rendben volt. A téli szünetben Nyíregyházára visszatérő Szokó Zsolt mind a hét tavaszi meccsen a kezdőcsapatban kapott helyet, a legutóbbi fordulóban pedig ő szerezte a Spari győztes találatát. Legnagyobb öröm volt nyilván, hogy ez ilyen gólommal tudtunk nyerni, de hát egyértelműen ez a csapatnak az érdeme, mert sokat tettünk a győzelemért. Nem volt könnyű meccs, sőt, igazán nehéz volt. Az meg egy külön öröm számomra, hogy én tudtam szerezni a győztes gólt. Vasárnap a 17. helyen álló Szent Lőrinc látogat a Városi Stadionba. A két csapat tabellán elfoglalt pozícióját tekintve a Spari mérkőzés esélyese, de mint a vezetőedző elmondta, sokszor a kötelező feladat megoldása a legnehezebb. Nagyon-nagyon komolyan beszélünk a játékosokkal erről is, hogy nem szabad kiengedni, nem szabad lazítani. Na de hát milyen a játékos? A Békéscsaba mérkőzés szünetében beszéltünk, hogy előtte volt 3 mérkőzés, amikor a NB1-ben a 2-0-ról a Fradi is kétszer is kiengedte a kezéből a győzelmet, illetve a Honvéd pont megfordította az MTK ellen egy nappal előbb. De kimegyünk, és az első percben ez itt van a Békéscsabának a szünet után. Tehát igazából ezeket úgy nehéz megemészteni, meg megérteni, de hát ez a legfontosabb, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a meccs is legalább olyan fontos, mint a korábbi mérkőzések, vagy még fontosabb, mert ezt most már meg kell nyernünk. A 29. forduló további párosítása a következő: Pécs DVSC, Deac Szeged, Soroksár Budaörs, Dorog Szombathely, Kazincz Balcika Békés Csaba, Vasas Gyirmút, Ajka Szolnok, Kaposvár Siófok és György Csákvár.